119 kis elsős kezdte meg az általános iskolai tanulmányokat a balatonfüredi intézményekben, összesen pedig a 4 helyi általános iskolában 1036 diák tanul ebben a tanévben. A nyár folyamán mindenhol történtek kisebb-nagyobb felújítások, ezekről is kérdeztük az intézmények vezetőit. A 2019-2020-as tanév iskolánknak immár a 8. tanéve, amit 197 diákkal kezdünk meg. Közülük 26-an az első osztályban kezdik meg tanulmányaikat, ők már nagyon várták, hogy beléphessenek a számok és a betűk világába. Ezekben a napokban természetesen az iskolai szokásrendet, a mindennapokat szokják, de látjuk, hogy egy nagyon jó összetartó kis közösség. Biztos vagyok benne, hogy semmi gondjuk nem lesz az iskola kezdéssel. Az infrastruktúrális fejlesztések folytatódtak a nyár folyamán, hála Istennek, Balatonfüredváros önkormányzatának segítségével tudtuk az iskolai díszudvart teljes egészében megújítani, felújítani. Ez a projekthez két saját beruházással is kapcsolódtunk. Szülői segítséggel egy pergolát építettünk az iskola udvarára a gyermekeknek, illetve az iskola utca felőli kapu teljes egészében megújult, valamint ott egy akadálymentes bejárást is biztosítottunk az iskola felé. Emellett még az iskola könyvtár újult meg teljes egészében, bútorozásában, világító testekben, így a gyerekeknek a szabadidő tartalmasabb eltörtés érdekében egy plusz helyiséget is tudunk biztosítani. 3 darab vízadagoló gépet tudtunk vásárolni még a nyár folyamán, így az iskola 3 folyosójára tudtuk ezeket telepíteni az egészségnevelés jegyében, annak érdekében, hogy a gyermekeknek, a kollégáknak, a szülőknek a mindennapos vízfogyasztását tudjuk ezzel segíteni. Emellett fontosnak tartom még megemlíteni, hogy az iskola honlapja is megújult, bár nem kézzel fogható, de annál fontosabb, az iskola honlapján továbbra is napra kész információkról tájékozódhatnak, mind a szülők, mind a diákok, mind pedig az érdeklődők. Tantestületünkben nagyobb változás nem történt, a nyár folyamán 2 új kolléga csatlakozott a tantestület közösségéhez, zavartalan így az oktató-nevelő munka, és bízunk benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a keresztény nemzeti nevelési oktatási elvek mentén és hasonló színvonalon tudjuk folytatni a munkát a 8. tanévünkben is. A református iskola szomszédságában működik a speciális nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó Fekete István iskola, amely többek között nevet is váltott, pontosabban kibővítette azt. Az intézményünk új nevet vett fel, Fekete István Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény lettünk. Utazó gyógypedagógusok látnak el nálunk fejlesztéseket, ők a többségi általános iskolákban a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésével foglalkoznak. Iskolánk bővült, egy tantermet vehettünk birtokba, nagyon örültünk ennek. 16 gyermekünk van, második osztálytól 8-ig tanulnak jelen pillanatban itt a gyerekek. Az alacsony létszám mellett összevont osztályokban tanulnak, minden tantárgy, ami intézményünkben is szerepet kap, de egyszerűbb tananyagot sajátítanak el a gyerekek a 8 év alatt. A Radnóti iskola a közelmúltban teljes felújítást és új tornacsarnokot is kapott, de munka itt is volt a nyáron. A tanévrendben megindult, 425 tanulóval és tantársadalmunk is teljes, úgyhogy jól tudjuk kezdeni az évet. Némi felújítások voltak az épületben, gyakorlatilag a tavalyi felújítást a szülői munkaközösség segítségével pótoltuk, és még további szeretnénk lépni. 41 elsősünk van, akik már az első napokban azért úgy néz ki, hogy többé-kevésbé megszokják az iskola légkörét, nagyon aranyosak, és hát tulajdonképpen jó kedvel kezdődött az iskola. Rengeteg sportolónk van, és ahogy a diátodon is lehet látni, nagyon sok eredményt érnek el, akár iskolai szinten, akár a saját sportágukban. Tavaly például 4 országos bajnokunk is volt a saját sportágában. Hát emellett azért itt prioritás élveznek egyrészt a felvételi tárgyak, amiből hagyományosan a központi felvételén jól szereplünk. Emelt matematikánk is van, meg a nyelvek között németből és angolból tagozatos oktatás van felsőben. Azt hiszem, hogy ez a következő években még nagyobb prioritás kell, hogy élvezzen. Ugye ide is legyűrűzik majd az, hogy ugye az érettségig nyelvbizonyítvány kell, úgyhogy ez és az informatika feltétlenül. Ugye benn vagyunk egy informatikai pályázatban, ami egyrészt eszközöket jelentett, másrészt pedig rengeteg eszköz használat van most a tanórákon, és ez úgy néz ki, hogy azért a gyerekek nagy többségének tetszik.
Az Eötvös Loránd iskola új tervekkel vágott neki a tanévnek, bővült például a gyermekek tehetséggondozása és a létszám is. Sok diákunk érkezett az idén, 52 pici elsősünk van, ami 30%-os növekedés a tavaly előttihez képest, és óriási terveink vannak szintén erre a tanévre vonatkoztatva. A piciknél a sakkpalota programot, ez egy komplex képességfejlesztő program, a tavaly évben bevezettük február-március magasságában. Ezt a programsorozatot fogjuk folytatni, itt a Balatonfüred és környékén egyedülálló módon sakk játszótér programot indítunk, beiskolázási programunk részeként, már októbertől. Tulajdonképpen ez a nagy csoportos óvodásokat célozza meg, és az a célunk, hogy a Balatonfüred és a Balatonfüred környéki kisóvodásoknak is olyan logikus gondolkodást fejlesztő programot mutassunk be, ami az ő életkoruknak megfelelő. Beiskolázási felelős pozíciót létesítettem az intézményben, és tulajdonképpen ő fogja át az egész teljes beiskolázási programunkat, ami havi rendszerességgel minden hónap második szerdáján fog működni, remélhetőleg az óvodásaik és a szülők nagy megelégedésére. A legnagyobb változás az, hogy a könyvtár épülete, tehát a könyvtár szoba átkerült egy másik épületrészbe. Ennek oka pedig az volt, hogy pont a tanulói létszámunk bővülése érdekében az eddigi 16 osztály helyett 18 osztállyal megy az idén az Eötvös iskola. Csoport osztálybontásokra került sor a 6.-7. évfolyamon. Tehát eddig két osztályban járhattak a gyerekek nálunk, az idéntől 3-3 osztályban. Tehát a régi könyvtárból most osztályterem lett. Nyilván a sportköreink azok ugyanazok, amelyek tavaly működtek, illetőleg újként bevezetjük a Röplabda Akadémiának a utánpótlás bázisa is szeretnénk lenni, tehát pici első negyedik évfolyamon hirdetünk majd női röplabda szakosztályos edzéseket, tehát ez a sport részét illető változás, ugyanakkor pedig a tehetséggondozás érdekében tehetséggondozó műhelyeket fogunk indítani a tanév során egyre többet, gyakorlatilag ez a tehetségpont létünkkel függ össze, ezt a tehetségpont elismerő címet ezt márciusban érdemelte ki az iskola. A Magyar Képzőművészeti Egyetemmel is lesz egy projektünk, ez októberben indul, tehát itt a rajztehetségeket szeretnénk felkarolni, új technikák, új megoldások kerülnek előtérbe, ugye a sport területén a röplabda irányába nyitottunk, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szertágazó tanévünk lesz az idén úgy, hasonlóképpen, mint tavaly. Az iskola kezdés nem csak a fenntartóktól követelt anyagi áldozatot, a családok is több 10 000 forintot költöttek a gyermekek felszereléseire és ruházatára, hogy a tanórákon minden feltétel adott legyen.